A Kisvárda otthonában lép pályára a DVTK a labdarúgó NB1 22. fordulójában. Az eddig remek tavaszt teljesítő pirosfehérek előtt nem lesz könnyű akadály az idegenbeli 90 perc, ugyanis a házigazdát Bódog Tamás, korábbi diósgyőri edző irányítja. Ám ennek ellenére az egyre egységesebb játékot nyújtó DVTK célja a 3 pont megszerzése. Tulajdonképpen külön-külön a csapatrészeket, de akár az egyéni produkciókat figyelve is elégedett lehetett a pályán látottakkal a Paks elleni bajnokit követően Feckó Tamás. Mindez szerencsére nem csak a legutóbbi bajnokiról mondható el, és a javuló játék, a gyarapódó pontszám megtette hatását. Rövid idő alatt elkelt az összes vendégjegy a szombati bajnokira. A bizalom tehát megvan a szurkolók és a csapat között, amit egy újabb idegenbeli sikerrel szeretne tovább erősíteni, építeni a Feckó Tamás edzette DVT. A szakember azt is elmondta, hogyan. Bár átlagban 15 szabálytalanságot lehet számlálni meccsenként egy csapat ellen, de az elmúlt két bajnokin a DVTK-val szemben ez a szám elérte a 60-at. Tehát azért úgy néz ki, hogy rámentek az ellenfelek arra a játékra, hogy minél jobban széttördeljék a játékunkat, de ez azt mutatja, hogy tartanak tőlünk. Ezen a mérkőzésen is ugye rengeteg tényleg ütközés párhasz lesz, amivel győztesen kell kijönni, valamint nagyon fontos lesz az, hogy most is a helyzeteinket jó százalékban értékesítsük majd. A szakember szerint a Kisvárdát remek labdarúgók alkotják, akik neves bajnokságokból érkeztek az NB1-be. Feckó Tamás kiemelte a román válogatott Grozav nevét, aki nagy veszélyforrás az ellenfelekre. Mindig fontos az, hogy igazi csapat legyünk. Mindenki aki a saját dolgát azt maradik tanul hajtsa végre, és figyeljen a társára. Tehát, és ez a legfontosabb, hogy nagybetűs csapatként tudunk küzdeni, játszani, akkor tényleg bárkinek van reális esélyünk a győzelemre. Ami nem csak kincstári optimizmus, zárta gondolatait a vezetőedző, hiszen az elmúlt fordulók mérkőzései bizonyították, hogy ha összeáll a csapat játéka, akkor újabb győzelem könyvelhető majd el. A Kisvárda DVTK bajnoki szombaton 17 órakor kezdődik.